valahol messze, svaragszínű hegyek és kristálytiszta tavak között élt egy lány, akiről sokan úgy beszéltek, a flamingó kisasszony. De voltám neki igazi neve is. Zsófit azért hívták így sokan, mert a flamingók mind a barátai voltak. Amikor csak valami baja történt egy flamingónak, Zsófihoz ment tanácsért, ha pedig valami nagy örömet akart megosztani, szintén őt kereste fel. Zsófi is szívesen járt a flamingók tava körül, és nézte, nézte a szürke kis flamingó gyerekeket, vagyis fiókákat, meg persze a felnőtt, rózsaszínben pompázó madarakat is. Volt azonban egy flamingó, amelyik felnőtt korára is szürke maradt, és ez egy napon kétségbe esetten szaladt oda Zsófihoz. Zsófia, Zsófia, csinálj valamit a tollaimmal. Már az összes testvérkém rózsaszínben pompázik, én pedig szürke vagyok egészen, kiáltotta a flamingó. Jaj, jaj, nádbuga, felelte Zsófi. Azt látom, hogy szürke vagy, de mit tehetnék én, hogy rózsaszín legyél? És különben is, olyan szép és elegáns vagy ezzel a szürke színnel. Tudom, de nekem akkor is a rózsaszín tetszik jobban, szögezte le a flamingó. Nádbuga először csak állt, egyik lábáról a másikra, tanástalanul tekergette a fejét jobbra, balra. Nézegette, nézegette a tólait, aztán megint csak a fejét csóválta, de csak nem volt ötlete, hogyan segíthetne rajta Zsófi. Aztán arra jött egyik húgocskája, lótuszvirág, aki azt tanácsolta. Var neki rózsaszín ruhát Zsófia, Nézd, milyen szép az is, ami rajtad van. Ha rózsaszín ruha lenne rajta, Nádbuga nem szomorkodna többet a tollai miatt. Zsófi ugyan már bólogatott is, de Nádbugának csak nem tetszett az ötlet, úgyhogy hevesen ingatta a fejét jobbra, balra. Én ugyan fel nem veszek rózsaszín ruhát, az lányoknak való. Így aztán nem lett ruhája a szürke flamingónak, hanem ismét csak áldogáltak, gondolkoztak törték a fejüket immár hárman, de csak nem jutottak semmire. Megjelent nádbuga egy barátja, csillag is, és nem habozott oda kiáltani. Fessétek be őt rózsaszínre! Na, erre viszont Zsófia tekergette a fejét, mert tudta, hogy a festék nem tenne jót nádbugának, és talán még repülni sem tudna miatta. Hanem aztán eszébe jutott valami fontos, és meg is kérte nádbugát, várja meg őt. Amíg a három flamingó várakozott, ő elsietett flamingó mamához, és nem is habozott neki feltenni a kérdést, amin gondolkozott. Flamingó mama, mondd csak, mindig megette az ebédet nádbuga? Flamingó mama közelebb ment közben meg gondolkozott, gondolkozott, hogy nádbuga válogatós fióka volt-e, vagy sem. Aztán eszébe jutott. Megevett ő mindenfélét, csak éppen a kis piros rákocskákat nem akarta megenni a világért sem. Ha elé is tettem, félre kotorta mind, egy falat nem sok, annyi sem ment le a torkán talán egész életében. Jó, így köszönöm szépen, Flamingó mama. Nagyon sokat segített, mondta Zsófi, de erre olyan hamar elviharzott, hogy Flamingó mama már csak azt vette észre, nincs sehol a közelben. Persze, hogy nem volt. Már ott is termett nádbuga előtt, hogy beszámoljon neki a hírről. Nádbuga, képzel csak, nem kell neked ruhát varni, és befesteni sem kell. Hogyhogy, hogy, álmélkodott nádbuga. Zsófi nem habozott felelni. A flamingók a rákocskákból nyerik a színüket, amiket megesznek, te pedig olyan finnyás vagy, hogy még csak meg sem kóstoltál egyet sem. Hát én ugyan nem is fogok, tiltakozott nádbuga. A kis rákokat soha nem szerettem. Na, legalább kóstold meg, noszogatta csillag, aztán pedig már lótuszvilág is. Kóstolj meg legalább csak egy rákocskát. Nagy nehezen rávették nádbugát, hogy tegyen egy próbát a rákokkal. Az első falatot olyan gyorsan lenyelte, hogy nem is érezte az ízét, a másodikat már ízlelgette is picit a harmadikat pedig úgy falta be, mint a legfinomabb csokoládét szokás. Úgy, ahogy nem is volt rossz, mosődött el Zsófi, aki a muhon falatozó flamingót nézte. Nádbuga onnantól kezdve nagyon megszerette a finom kis garnélarákokat, és mivel minden nap evett belőlük, idővel éppen olyan szép rózsaszín lett, mint a többiek. Hmm, pedig szürkén milyen elegáns volt, ha tetszett a videó, lájkolhatod, vagy akár fel is iratkozhatsz.